A visegrádi református egyházközségben megtörtént a presbiteri tisztújítás. Mai hírműsorunkban folytatjuk Schuster Gergely Dunabogdány polgármesterének tájékoztatóját a legutóbbi képviselőtestületi ülésen született döntésekről. Ingyenes ruhabőrzét tartanak Szigetmonostoron. A visegrádi református egyházközségben megtörtént a presbiteri tisztújítás. Magyarországi református egyházunk törvényeinek megfelelően 2023 őszén a visegrádi református egyházközségben megtörtént a presbiteri tisztújítás, írja Pógyor Judit lelkipásztor a település februári újságában. Január 1-től Nyíri József tölti be a főgondnoki pozíciót. Presbiterek ifjabb Fabi Sándor, Kenéz Attila, Kristóf István Zoltán, Szigeti János és Szutor Irma. Pótpresbiternek választották Básics Jánost és Kovács Attila Lajost. Mai hírműsorunkban folytatjuk Schuster Gergely Dunabogdány polgármesterének tájékoztatóját a legutóbbi képviselőtestületi ülésen született döntésekről. És a hétfői ülés második napirendi pontjától követném akkor a rendszert. Az előző részben megvolt a költségvetés, és hogy könnyebben emészthető legyen, ezért egy második részt is csinálunk a többi napirendi ponttal. Második napirendi pontunk a Forgalomterem Kft.-vel kötött gyermekétkeztetési szerződés módosítása. 10%-kal emeljük a díjakat. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy holnaptól svédasztalos lesz, hanem azt jelenti, hogy próbáljuk tompítva követni az élelmiszer árokat. A forgóvendéglőnek a feladata nagyon nem egyszerű. Elő van írva államilag, hogy milyen étkezés, tehát hogy milyen egészséges étkezéseket kell, vagy ételeket kell készíteni, ehhez képest meg hozzá kell tenni az árakat, mindig lemaradásban vagyunk ezzel kapcsolatosan, de a Forgó Kft. Az, hogy is mondjam, nagyon barátilag, nagyon a település meg a gyerekeket segítően veszi ezt, hogy igazából 20-30% is bőven elférne, de ezt még próbáljuk tompítani, ők pedig ebből a pénzből a legjobbat kihozni. Aztán döntés a pénzbeli és természetbeli szociális ellátásokról önkormányzati rendelet kapcsolatában. Igen, volt egy rendeletünk, ami már hosszú távra visszamenő volt, egy adminisztratív jellegű, ki kellett egészíteni egy mondattal. Négyes házi orvosi körzetek meghatározása, lettek új kis utcák, stb. Ezt is adminisztratíve bele kellett tenni. Aztán tanúszodát érintő energetikai beruházás előkészítése. Igen, tehát ez most egy jó projekt. Nyertünk a Honvédelmi Minisztérium sportállamtitkárságán egy energetikai beruházást, egyébként 21 tanúszodát támogattak országosan, abból vagyunk mi az egyik, ez szerintem jó dolog. Arról szól, hogy szeretnénk a gázfűtést hibrid rendszerre alakítani, hogy beépítünk mellé egy hőszivattyús rendszert, és ennek az előkészületei kezdődtek el, ehhez kell energetikai korszerűsítésére vonatkozó épület, gépészeti műszaki leírás, költségvetés, meg automatikus erősáramok írás, szóval elkezdődött ez az úgynevezett közbeszerzés. Ezeknél szoktam mindig azt mondani, hogy megkapjuk a pénzt, de mire odaérünk, most ez egy kisebb és gyorsabb pályázat, illetve támogatás, és itt is azt mondom, hogy decemberben kaptuk meg, és szerintem júniusban, tehát itt alsó hangon van egy 7 hónapos átfutás, és reméljük, hogy minden rendben lesz. Tehát azért mondom, hogy itt mindig vannak átfutások, ami az áraknál mozoghat. Többek között ezért is szeretem az általános tartalékot, mert hogyha ebben a munkálatokban majd valami előjön, akkor ezt nekünk látni kell, hogy ki tudjuk egészíteni, biztos lesz egy olyan eszköz, amit ki kell még mellette cserélni, vagy bármi ilyesmi, akkor kell, hogy néhány millió forint mellette legyen. Jó, aztán a tanúszodáról mit lehet tudni? A tanúszodáról azt lehet tudni, hogy volt nekem itt egy, így, itt van, meg nyilván azt ki is vetítettük a nyílt ülésen.
Tehát most olyan 70-75%-ra föltöltöttük már most az uszodának a órarendjét. A tankerülettel tárgyaltunk, hogy elindítanánk az úszást, és mert hiszen így jön ki nekünk a finanszírozás, és jelezték, hogy nekik nincs erre most pénzük, hogy ők ezt fizessék. Így hát a dunabogdányi iskolás gyerekek ingyen úsznak. Tehát kvázi ezért korábban a tankerület fizetett, most nem tudnak fizetni érte. Ezzel egy annyi probléma van, hogy nekünk ugye ez akkor mondjuk úgy, hogy bevétel kiesés. A másik, de hát nyilvánvalóan a bogdányi gyerekekkel ezt nem fogjuk megtenni, és még nagyon erősen gondolkodunk, és kértem egy elvi segítséget a képviselőktől, hogy segítsenek ezt eldönteni, hogy nyissunk-e a környékbeli iskolák miatt, hogy is mondjam, a gyerekekkel ne szúrjunk ki amiatt, mert a tankerületnek, vagy az állami igazgatásnak, vagy az országnak nincs pénze rájuk, hanem lehet, hogy én nyitnék a környező iskolák felé. A probléma picit ott van, hogy a Tahi Óvi, meg Visegrádi Óvi, meg a Bogdányi Óvi is jár, és itt mind önkormányzatokkal vagyunk szerződésben, tehát ott az önkormányzatoknak van pénze a gyerekekre, mert ez nekik fontos. Nyilván a Dunabogdányi óvisok is ingyen járnak, de azért Tahit ott már fizetnek. Hogyha most elkezdünk nyitni az iskolák felé, na mindegy, szóval van egy ilyen kis elvi kérdésem, és akkor elindultak a délutáni oktatások is Hurta Veronika, illetve Tárnok Erna tanárnővel, illetve jön egy csoport Szentendréről is, illetve egy másik csoport is jön még Szentendréről, akinek kiadtuk. Jelenleg nagyságrendileg 600 000 forint bevételt jelent, mondom nagyságrendileg, mert mindennek be kell állni havonta. Hogyha jönnének az iskolák, illetve a tankerület tudna fizetni ezért a szolgáltatási, akkor azt tudom mondani, hogy szerintem egy szűk 1 millió forintot meg is tudnánk termelni az uszodával, ami azt jelenti, hogy mondjuk a 7 millióba fog kerülni itt nekünk a gázszámla júliusig, az azt jelenti, hogy mondjuk a gáz ki tudnánk velük termelni, hogyha menne ez rendesen. Így is egy kétharmadát ki fogjuk tudni termelni, de azért jó lenne. És itt úrok egy kicsit előre, tehát azt tudom mondani, a tanúszoda elindult, hála Istennek a gépek jól működnek, egy 3-3,5 millióba került, még elindítottuk újra ezt az egész uszodát, de a következő napirendi pont az, hogy Kossuth Lajos út 95 szám alatti ingatlant használatba átadjuk a német nemzetiségnek, ott volt Folger Norbert elnök úr. Hát csak azért kötöm össze az uszodát, meg az iskolát, mert az elnök úr, illetve a német nemzetiségi önkormányzat és én köztem elindult egy munkafolyamat, ami a német nemzetiségi fenntartásban való átadás felé irányulna az iskolával. Azaz azt jelenti, hogy a német nemzetiségi önkormányzat, ha nagy önkormányzat egyetért, akkor átmehet az országos német nemzetiségi burok alá. És ott érdekes módon, ott a német nemzetiségi önkormányzat lehet a fenntartó, míg az állami rendszerben, a saját iskolánkkal mi nem lehetünk fenntartóak, hanem a tankerület. De hogyha átmegy német nemzetiségi kézbe, akkor ők a német nemzetiségi önkormányzat lehet fenntartó, ezáltal tulajdonképpen az iskolának a kérdései visszakerülhetnének a településre, és akkor mondjuk akár veszük a tanúszodát, nem kéne bajlódni azzal, hogy most van pénze az államigazgatásnak, vagy nincs pénze az államigazgatásnak, mondok egy másikat. Ha a tankerület azt akarta volna, vagy nem fogadja el azt az ajánlatunkat, hogy ingyen úszhatnak, és stb. Mondhatta volna az, hogy mondjuk nem úsznak a gyerekek. Szóval én sokkal jobban szeretem, hogyha helyi kézben van, még akkor is, hogyha mondjuk a német nemzetiségi önkormányzat egy szuverén, tehát a nagy önkormányzattól független, de ezzel kapcsolatban elindultak a tárgyalások. Én nagyon szeretném ezt meglépni, mert ez az én gondolatvilágomhoz közelebb van. Itt még egyelőre várom az elnök úrnak a jelentkezését, hogy milyen lépéseket sikerült neki tenni, de ezt azért vettem föl, mert itt is látható, hogy milyen külső hatásoknak vagyunk kitéve, hogyha nem saját magunk rendelkezünk, a saját vagyonunk, a saját gyerekeink, a saját stb. Fölött. Tehát ezért vagyok önkormányzatbarát, és azt gondolom, hogy az önkormányzatok nagyobb szerepe van. Tehát tanúszoda, rendben van,
Az ingatlant használatba átadtuk, jó a kapcsolatunk a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, és elkezdtük a munkálatokat. Én nagyon nyitott vagyok arra, hogy az iskolát gondoljuk át jól, és hogyha adott esetben biztonsággal, akkor érdemes lenne ezt a kört megfutni. Ez még a képviselőtestület előtt van, én abban bízom, hogy az elnök úr tavasszal ezzel fog tudni nekünk segíteni. Hozzáteszem, akkor viszont a Német Nemzetiségi Önkormányzati Választásoknak is egy jóval nagyobb tétje van, mint eddig, mert nem kisebb tételekkel, hanem adott esetben az iskolával tud foglalkozni. Tehát, hogy is mondjam, szerepet kapnak, komoly szerepet mondjuk akkor a Német Nemzetiségi Önkormányzati Választások. Eddig is nagyon jól működtek, még egy plusz feladatot szerintem akár el is tudnának bírni. Szóval, most bocsánat, hogy ebbe beleszaladtam, csak a tanúszoda, meg a Kossuth Lajos út 95 szám alatt ez nekem így összekapcsolta a történetet. Ezt most így elmondtam, és akkor ezzel majd még szerintem fogunk találkozni. Aztán vízi közműrendszert érintő felújítási pótlási munka megrendelése, szennyvíz átemelő, mondom, itt van egy bérleti díj, amiből próbáljuk újítgatni a rendszer természetesen. Ez a pénz sem, ez a bérleti díj sem elég, nem lehet növelni, mert az állam ezt is befagyasztotta, lehet, hogy nem voltam eddig egyértelmű, ezért gondoltam, hogy másképp használom azt a befagyasztott értéket, azt mondja, rögzítették a vízdíjakat, az értékeket. Hozzáteszem, a vízdíjakat nem is rögzítették olyan hozzáérhetetlenül, mert a vállalkozásoknak Magyarországon egy szintre emelték ezeket a díjakat, a lakosságnak természetesen nem nyúltak hozzá, az védve van, de hát nyilván van annak oka. Aztán döntés a 8-as napirendi pont, döntés Dunabogdán község önkormányzat és a Pilis-Dunakanyari hírmondó között támogattuk évi 780 ezer forinttal. Én azt mondanám, hogyha valaki egy tiszta képet szeretne kapni itt a régióról, az itt a hivatalban, meg a helypékségen is ki vannak rakva a Pilis-Dunakanyari hírmondók. Szerintem jól össze van benne foglalva. A Dunakanyarnak az élete, használják, olvassák, és kapnak akkor Szentendrétől egészen idáig egy jó képet. Pomász, Budakalászi hírek vannak benne, azért ott látható, hogy összejön, hogy milyen nehéz mondjuk a régiót vezetni, úgyhogy érdemes olvasni. Aztán javaslat igazgatási szünet elrendelésére, adminisztratív, helyi civil szervezetek beszámolója, mindenki megkapta a támogatását, és mindenki el is számolt vele. Vita volt, hogy kívánja a képviselőtestület emelni az ő támogatásukat, vagy nem. Ez majd februárban a bizottsági üléseken, illetve márciusban a nyílt ülésen előkerül. Polgármesteri beszámoló két ülés között, így van, Váci tankerületnél tett látogatás, ez amit előbb mondtam, már tanúszoda, meg bemutatkozó volt, mert szeptember óta nem volt vezetője a Váci tankerületnek, és januárban, amint lett, akkor kértünk időpontot, mindent elmondtunk, hogy szeretnénk új iskolát, meg van tervezve, bármikor készen állunk az építésre, de az is jó lenne, ha mondjuk az úszást tudnák fizetni. Hát igen, na mindegy, ez egy másik dimenzió. Aztán január közepén nagyon Váci hónap volt számomra, elmentünk a polgármester kollégákkal a Váci lakossági tájékoztató, a Váci Dunahíd. A véleményem szerint ez egy olyan dolog, amit minden választásoknál bedobnak, hogy legyen valami kis mozgolódás. Tényleg terveznek Váci hidat. Szerintem, hogy is mondjam finoman, szerintem nem reális. Tehát most hiába jelölnek ki pontokat, akár Vác belterület, vagy központjában, vagy délebre, vagy stb. A Szentendrei sziget ugye vízbázis, másik oldalról pedig az összes forgalmat a Tahi-Tildi hídra kívánják rátenni, tehát nem. De ezt a polgármester kollega pont eléggé védi. Aztán, mármint hogy a hidat nem támogatja. Aztán Völgyzugollyal folytatott egyeztetés, ugye itt a területfejlesztési tervről volt egy online egyeztetésünk, kérdések, válaszok, hatósági kérdések, az országos főépítésszel fogunk még tárgyalni, nagyon ezeken végig kell menni, különösebb probléma nincs, ezzel is lesz még bizottsági ülés, úgyhogy
ezzel is fogunk még találkozni, aztán járás hivatalvezető, dr. Preczdoni, mi volt itt bemutatkozni január végén. Sok sikert kívánunk a munkájához, és a korábbi kollégánknak, dr. Varga Lászlónak pedig minden jót kívánok. Január 30-án voltam még Tahitótfalunban egy DMRV-s tájékoztatáson, ahol bemutatták a terveket, hogy hol kívánják a 11-es számú főutat felbontani Tahin belül. Hát vízvezeték gerincet kell cserélni, mint ahogy mi is cseréltünk idén, ott a 11-es alatt megy, mi meg a Csápos kutaktól jöttünk ki egy szűk 400 méteren, folyométeren, úgyhogy de ez a 11-es úton lesz, és azért mondom, hogy ez majd érinteni fogja önöket, hogy mikor, nem tudom, megkérdeztem, hogy mikor fog kezdődni a munka, azt mondták, nem tudják, közeljövőben, ilyen engedélyekkel, még olyan engedélyekkel, még stb. Ez nagyjából a Bercsényi utcától, a Bercsényi utca ahhoz azt úgy kell tudni, hogy ahol ez a szolárium van a sarkon, azt hiszem egy olyan üzlet, tehát a Stílbolttól még egy kicsit visszább, és akkor elindulnak a település vége felé, Lányfalu felé. Én azt gondolom, hogy lesznek belőle torlódások, de és ha jól emlékszem, ez egy 2-3 hónapos munka, de azt gondolom, hogy áthidalható lesz, próbálják, ugye a járda alá fektetik, hogy ne a közút alatt menjen, már ez is fantasztikus innováció, ezt 40 évvel ezelőtt nem gondoltak erre, vagy 50. Próbálnak minél kevesebb részt elfoglalni a 11-es útból. Ami engem jobban érdekelt, hogy Szentendrén mikor fogják felbontani, ezt megkérdeztem a DMRV jobbparti igazgatóságát, de nem fogják elhinni a választ, nem tudják. Tehát amikor pénzt fognak látni, tőlük azt kérték, hogy álljanak készen, ott még utat is akarnak javítani, meg vízvezetéket is, de mind a kettőre nincs pénz, de egyiket meg fölösleges, tehát kétszer felbontani tényleg fölösleges, szóval nem lehet tudni. Ők azt mondták, hogy nagy valószínűség szerint idén nem bontják föl Szentendrét, de nem lehet tudni. Ezt csak azért mondom, mert hogyha felbontják, akkor itt nagyon figyelni kell a forgalommal. Tettünk már polgármesterek javaslatot a régió vezetőjének, majd lesz valami. Ez a legjobb szó, hogy nem tudni. Aztán voltam még február elején egy EON-os egyeztetése pont az erősebb áron miatt, ami kell a tanúszodába, a hőszivattyúk miatt. Fel fogják erősíteni az óvodánál is, ez még egyébként az óvodai projekthez tartozik, ott majd fognak bontani, és fel fogják kicsit bontani itt nálunk is, úgyhogy lesznek ilyen munkálatok. Aztán az egyebekben a közötközelői hozzára belterületbe csatolás, nem kell izgulni a belterülettől, nem tömböket, hanem a kőkeresztdülőben van az, hogy belterület lett egy 8-10 évvel ezelőtt a kőkereszt, dűlő, és akinek hozzáférése a kőkereszt dűlőhöz, az, és akkor egy-egy telkeket így belterületbe vonunk, de nem tömböket, meg nem akarunk ide lakóparkot. Jó, úgyhogy nagyjából erről szól. Ott volt még egy vendégünk, Újhelyi Éva, a művelődési ház szomszédja, meg volt a borverseny jól sikerült, az alvás nem sikerült jól, úgyhogy pont itt volt a német nemzetiségi önkormányzatnak az elnöke, megbeszélték, reméljük, hogy tényleg meg tudjuk már ugrani azt a feladatot, hogy figyeljünk a másikra vagy a szomszédra. No, alapvetően ennyi volt a nyílt ülés, utána már ilyen ingatlan vásárlás iránti kérelmek voltak, azt mindig zárt ülésbe csináljuk. Próbálunk ezekhez a tartalékokhoz még hozzátenni, hogy hát, ha tudunk valami nagyon szükségeset előre menni, rengeteg dolog lenne, milliárdokat kellene költeni erre a településre, hát most nem az az időszak van, úgyhogy én sajnálom a legjobban. Minden esetre a túléléshez pontosan elég pénzünk van, úgyhogy így megyünk bele ebbe az évbe, és remélem, hogy szép évünk lesz. Jó? Várjuk a tavaszt, jó bőtölést kívánok! És hát legkésőbb akkor márciusban jelentkezem egy újabb nyílt ülés beszámolójával. Köszönöm szépen, minden jót kívánok! Ingyenes ruhabőrzét tartanak Szigetmonostoron. Idei első alkalommal február 27-én kedden újra ruhabőrzét tartanak 8 és 12 óra között a Szigetmonostor faluház civil és mozgástermében. Ehhez az akcióhoz jó állapotú használt ruhákat várnak az iroda nyitvatartási idejében.
A bőrze napján pedig mindenki ingyen válogathat az adományokból gyűjtött felnőtt és gyerekruhák, cipők, játékok és egyéb tárgyak között.